nekem, mikor bömbölve szaggatta a szél a házunk náttetejét, nem kellett nekem egyéb mese, csak a Kutkó király. Harcunkhoz adjon erőt a magyarok istene,
Hitünk igazsága, népünk szabadság szeretete. Fegyverbe áll, győzni fogunk! Győzni fogunk, győzni fogunk, győzni fogunk! Sivinc haza! Nem gyerek játék a háború, és nem először, hogy osztogatnak a csatatéren. Sikerült becsapni a németeket? De sikerült ám. Persze nem volt könnyű.
Az kellett hozzá, hogy mindenki tegye a dolgát a megbeszéltek szerint. Volt egy pillanat, amikor a helyzet nem volt túlrólogás. Klapka György visszavonulása kényszerült, Damjan és csapatai pedig veszélybe kerültek a király erdőnye. De amint ez Görgei főparancsnok megtudta, megombolta a vidrabőr kabátját, állalat meghúzta a viaszos vászon dobba mutatott csákószíját, lóra ült, és elvágtatott a csatatérre. Ott aztán a seregek a parancsnokság alatt rendezték a soraikat, és a teljes bekerítés ugyan nem sikerült, de visszavonulásra kényszerítették az ellenséget. Bizony, dicső napok voltak azok. Újjon el gyorsan, vitéz uram! Ellenség jár a faluban! Meglátták magát a Tiszánál, és most mindenütt keresik! Menjetek, gyerekek, menjetek! a halálba se akartam adni.